Tiszteletteli szeretettel köszöntöm a Szombathely Televízió kedves nézőit. Ez a Szombathely Ma, a Városi Televízió közéleti magazinműsora. Ezúttal is érdekes és informatív lesz a mai műsorunk. Olyan érdekességeket tartogatunk ma, ami mindenkinek elnyeri majd a tetszését. Először is, ha tavasz, akkor itt a fűnyírás, ami elengedhetetlen velejárója. Ezt fogjuk egy kicsit boncolgatni, hiszen az elmúlt napokban rendkívül szeszélyes időjárás nehezítette a szombathelyi parkfenntartó Kft. Munkáját, illetve megnézzük, hogy milyen egyéb összetevőből rakódik össze az ő munkájuk. Ezt követően a Pannon Egyetem kőszegi kampuszán jártunk, hiszen ott egy képzési sorozatot tartottak a középiskolásoknak, a vállalkozás indításáról kaptak bővebb felvilágosítást. Végül divat vagy önkifejezési forma a tetoválás, amely új megvilágításba kerül, hiszen mennyire tolerálhatja a társadalmunk azt, amit korábban elítélt, viszont azóta felnőtt már egy generáció. Egyébként megnézzük azt is, hogy milyen veszélyeket rejthet egy kósza, sufni tuningos tetoválás. Érdekes és izgalmas műsorra van kilátás, maradjanak velünk! Szeretettel köszöntöm stúdió vendégünket, Kis Dávid ügyvezetőt, a Szombathelyi Park Fenntartó Kft-től. Hát az elmúlt napokban azért meggyűlt a bajotok az időjárással, gondolom. Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon szélsőséges időjárás, ezt elmondhatjuk, hogy azért igaz, hogy a tavasz azért szeszélyes, de ez az átlagnál is szeszélyesebb, hiszen nagyon különleges időjárás van mostanában, ami hát nagy mértékben megnehezíti a munkánkat, de természetesen azért nem szegi kedvünket, hiszen folyamatosan igyekszünk a tevékenységeinknek eleget tenni, és folyamatosan kint lenni a területen, és amennyire az időjárás engedi, akkor minden nap végezni a fűnyírást, és hát a sok egyéb más tevékenységet, ami ilyenkor igazából ez egy csúcs szezon, és a parkfenntartás ilyenkor adja a legtöbb munkát a fenntartóinknak, és rengeteg olyan feladat jelentkezik ilyenkor, amit hát egyrészt nehezebb kivitelezni, meg hát párhuzamosan megjelenik, és ezért aztán munkacsúcsot eredményez, így aztán teljes mértékben leköti egész nap a figyelmünket. Melyek tartoznak még a fűnyíráson kívül, hogy említetted fél gondolattal? Igen, hát a fűnyírás nyilván az a legfontosabb, és szinte egész éven át tartó tevékenységünk, de május hónapban történik az egynyári növényeknek a kiültetése, és hát ezzel is csúszásban vagyunk. Bizony két hetes késésben vagyunk, és hát igyekszünk ezt a késést behozni, viszont ennek fontos, hogy minél hamarabb behozzuk, hiszen ilyenkor azért károkozás is lehet, illetve hát a palánták, a kiültetendő növények, ezek megsínylik a szélsőséges időjárást, főleg, hogyha elcsúszva ültetjük ki őket. Milyen egyéb nehezítő körülmények vannak? Itt gondolok emberi tényezőkre, és azért azzal is meggyűl a bajotok, gondolom. Hát a fűnyírás azért az nem egy egyszerű munkatevékenység. Nem szabad összehasonlítani ezt a saját otthon kertben végzett fűnyírással, hiszen ott azért jóval gyakrabban végzi ezt mindenki, akár valamilyen tapasztalata is van, de ezt azért nem lehet nehéz összehasonlítani azzal, amit mi a közterületen végzünk, hiszen azért ide állandóan változó környezetben, mint említettem, azért szélsőséges időjárásban is, és hát nyilván a lakóknak a fokozott figyelme és kereszt tüzében nézzük ezeket és végezzük ezeket a tevékenységeket. Bizony előfordul, hogy a pozitív, nyilván pozitív kritikák mellett negatív kritika is, és hát bizony előfordult már, hogy egy-egy szélsőséges megnyilvánulás olyan jelzéssel párosult számunkra, ami hát figyelemmel kísérte a tevékenységünket, és hát bizony figyelnünk kellett rá, hogy nehogy esetleg valamilyen sérülés történjen. Ez alatt azt akarom mondani, hogy több helyen előfordult már, igaz, hogy csak ritkán, de például egy-egy vizes palack, vagy akár egyéb módon nem tetszését fejezte ki az ott lakó a fűnyírási tevékenységünkkel szemben. Lehet, hogy a minőséggel, de igazából elsősorban akkor szokott ilyesmi lenni, ha valamilyen túl korán vagy túl későn végezzük ezeket a tevékenységeket. Hogy lehet orvosolni ezeket, illetve kiküszöbölni ezeket a váratlan helyzeteket? Hát ezt sok empátiával és sok humorra, mert hát nyilván a lakókért vagyunk, és nekük igyekszünk megfelelni, valamint hát azért az elmúlt évek tapasztalatai alapján igyekszünk úgy végezni a munkánkat, hogy ez egy általános munkaidő belül történjen, tehát ne túl korán és ne túl későn. Uh-huh. Hol értesülhetnek az emberek, hogy hol folytatják a fűnyírást, esetleg a parkfenntartást, javítást, szépítést?
Hát az aktuális feladatainkról a honlapunkon lehet értesülni. Itt van fönn az általános fűnyírási ütemtervünk is. Ez egy viszonylag bonyolult és több városrészre kiterjedő táblázat, de természetesen a havi és a heti előrejelzésünk az pedig olvasható folyamatosan a honlapunkon. Ez egy általános tájékoztató, hogy azon az adott héten hol és milyen tevékenységeket végzünk. Egész pontosan van valami tematika, ami alapján kijelölik a helyeket, városrészeket, hogy melyik jön milyen sorrendben? Természetesen fűnyírás esetében úgy kerültek ezek meghatározásra, hogy minél, tehát ahogyan logikusan egymás után következnek, és a növényborítottságot vettük figyelembe, hogy hogyan logikus egymás után következnie, hiszen nagyon nem mindegy, hogy az adott városrészen mekkora a zöld felület, milyen úthálózatok vannak, mennyire lehet megközelíteni, és esetleg ezeknek az adott speciális munkatípusokat hogyan tudjuk a leghatékonyabban elvégezni. Ennek megfelelően lettek kialakítva ezek a körzetek, illetve hát azt mondanám, hogy úgy történik ezeknek a körzeteknek a kialakítása, ahogyan a legcélszerűbb ezt elvégezni a városban. Ha az időjárás, ahogy jelenleg is közbeszól, és munka ütemnek nem tudnak meg eleget tenni, akkor tolódik minden, vagy majd később időpontba kerül úgymond kiavítása az elmulasztott terület? Természetesen tolódik, hiszen ugyanazt, tehát folyamatosan kell ragaszkodnunk ehhez a tervhez, hiszen így logikus és így van értelme csinálni. Nyilván többféle változatot is lehet, mi egyféle változatot próbáltunk ki, és a jelenlegi állományunkkal, a gépállományunkkal ezt az ütemtervet próbáljuk követni, de nyilván hát ezt az időjárás, valamint hát az egyéb rendezvények is befolyásolják, hiszen a zöld területi rendezvények, azokra mindig külön figyelmet fordítunk, és ilyenkor azt a környezetet előnyben részesítjük, és hát ott igyekszünk méltó helyszínt biztosítani a rendezvényhez. Hol és hogyan lehet bejelenteni akár egy lakosnak, hogy füvet szeretne nyiratni, illetve hogy amit úgy vesz észre, hogy nagyon gyorsan elburjázott a terület? Hát természetesen mindenféle formátumban el lehet hozzánk, akár személyesen, írásban, e-mailben, telefonon, tehát mindenféle formátumban. Elsősorban nyilván az interneten vagyunk elérhetők, de hát van telefonszámunk is, és hát akár személyesen is megtalálhatnak minket a székhelyünkön. Egy gondolatig térjünk rá a személyi állományra. Milyen létszámmal üzemelnek most, illetve lehetőség van-e újabb emberek felvételére? Mint minden más céget is itt ebben a régióban, minket is súly természetesen a munkaerő hiány, hiszen állandó munkaerő felvétel van, és munkaerő igény van a részünkről erre a tevékenységre. Ez a tevékenység viszonylag sok olyan munkaerőt igénye, ami viszonylag képzettséghez annyira nem kötött, inkább tapasztalat és elhivatottság függvénye. Tehát elsősorban olyan embereket keresünk, aki elhivatott ez iránt a munka iránt, hiszen ez a 4 évszakon keresztül folyamatosan a szabad ég alatt végezzük a tevékenységünket, tehát ez egy elég sajátos tevékenységet feltételez. Jelenleg 60 fővel dolgozunk, akár csúcs időszakban elérhetjük a 70 főt is, de az állandó létszámunkon 56 fő. Ebből jelenleg a 60%-a dolgozik a fűnyírásban, és hát a egyéb tevékenységünk, amíg elég jelentős, azt a maradék létszám látja el. Milyen kötelezettség van a szombathelyi lakosoknak? Most gondolok itt mondjuk egy családi házas övezetre, ahol ugyanúgy van egy mondjuk kocsi bejáró és mellett egy kis füves terület. Azt ő neki kellene nyírni, vagy mivel Szombathely területén van, ezért ez is a Szompark felügyelete. Igazából ez Szombathely területe, de van egy kormányrendelet, ami előírja hát a burkolt útfelületig az előtte lévő járdaszakasz és ároknak a rendben tartását, tehát elvileg ebbe beletartozik a fűnyírás is. Milyen, tehát ugye az út mentén dolgozó munkásokkal esetleg történt-e bármiféle atrocitás? Most gondolok balesetre, hiszen azért lehet tudni, hogy csoportokban dolgoznak, viszont a közlekedés azért elég kapkodó. Így van, az elmúlt évek során azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére elkerültek ezek a balesetek minket. Két esetben történt kisebb, viszonylag minimális személyi sérüléssel járó baleset. Tehát itt 8 napon belül gyógyuló sérülésre, kisebb horzsolásra, ilyenekre gondolok. Úgyhogy szerencsénkre ez még nem történt meg. Nyilván a balesetvédelmi rendszabályokat maximálisan be kell tartanunk, de ez a mi érdekünk. Tehát a dolgozóink érdeke, hogy figyeljünk a környezetünkre és hát a munkavégzésünkre, hiszen nem csak a környezet veszélyeztet minket a megemelkedett forgalommal, hanem hát nyilván a gépekkel történő munkavégzés is sok balesetveszélyt rejt magunkba, és hát ez fontos, hogy ilyenkor azért ők is figyeljenek erre.
és nem csak a munkájukra, hanem a környezetükre is fokozottan kell ilyenkor figyelni. Vezetőként ön is kimegy terepre? Hogyne, természetesen. Tehát időm jelentős százalékában kint vagyok, igen. És akkor gondolom, a test közelből tudja átadni a tapasztalatot, illetve elmondani a munkásoknak, hogy mit szeretne. Így van, hát fontos, hogy személyesen azért lássam a munkafolyamatokat is, hiszen ilyenkor azért meg lehet látni, hogy milyen problémák jelentkeznek, meg hát nyilván azért első kézből kap az ember ilyenkor információkat és tapasztalatokat, hogy mi az, ami nem működik, vagy mit lehet még hatékonyabban végezni. Mit lehetne még hatékonyabban végezni, célként, így kitűzésként, kivezetőként, mit fogalmazott meg önmagával, illetve a munkavállalókkal szemben? Nyilván mindent lehet még hatékonyabban, még fokozottabban. Ezek elsősorban mindig forrás kérdése, tehát hogy mennyi pénz jut a park fenntartásra. Általában mindig ide lyukadunk vissza, de hát ilyenkor az adott létszám mellett, adott géppark mellett azért a hatékonyságot mindig igyekszünk maximalizálni. Nem csak én, hanem a kollégáim is, és erre törekszünk folyamatosan, hogy kihasználjuk a rendelkezésünkre álló munkaidőt teljes mértékben, tehát nem csak a napi 8 órát, hanem az egész heti 40 órát, ami munkaidőkeretben dolgoznak a munkatársaink, hogy ezt ilyen szélsőséges időjárás esetén, amikor esetleg szüneteltetni kell a munkát, akkor is maximálisan ki tudjuk használni a gépeinknek és a munkatársainknak a tudását és a kapacitását. Bizonyos vállalatoknál problémát szokott jelenteni a gépparkok előregedése. Ezt a szomparkot mennyire érinti? Ez az első időszakban, tevékenységünk első időszakában nem volt annyira jellemző, hiszen folyamatosan történik jelenleg is a gépek beszerzése. Most azért a 9. év vége fele, most elért minket is az amortizációs hullám, amiben azért ezek a gépek most már lassan 10 évesek lesznek, és hát hiába folyamatosan újítjuk fel őket, azért elég komolyan kezd előregedni a gépállományunk, ugye az elkövetkezendő időszakban ez egy fontos célkitűzés lesz, hogy a gépállományunkat folyamatosan és viszonylag nagyon nagy mértékben meg kell újítanunk. Kapnak-e pozitív visszajelzést a nézőktől? Azt kell, hogy mondjam, hát a fenntartás azért az egy speciális tevékenység, tehát itt viszonylag minimális a pozitív visszajelzés. Azt szoktam mindig a kollégáknak is mondani, hogy akkor jó a munkánk, ha észrevétlen, és mindenki rendben talált mindent, és akkor nincs visszajelzés, mert akkor tudjuk, hogy jól végeztük a munkánkat, és nem tűnt fel senkinek se, és mégis megvan az általános jól lét. De természetesen a sok negatív kritika mellett van pozitív is. Ezt lehet ebből esetleg csemegézni, amire most így hirtelen emlékszik, pozitív kritikára gondolok. Igen, például télen a Korosfa meccésnél, amikor az emelőkosárba ültek a kollégáink, és akkor a harmadik emeleten meccették a fákat, a harmadik emelet magasságából, akkor egy tálcas üteményt kinyújtottak az ablakból, és megkínálták a kollégákat. Ez nagyon aranyos. És a nézők hogyan tudnák esetleg segíteni a fűnyírást, illetve az önök munkáját megkönnyíteni? Nyilván a pozitív kritikáknak és a negatívnak egyaránt örülünk. Az általános meglátásaikkal és a hozzászólásainkkal mindenképpen segítenek. Tehát amennyiben kérdésük, kérésük, észrevételük van, azt kérjük, hogy jelezzék számunkra, akár az ottani munkavezetőknek, vagy akár a munkásoknak is, nyilván kulturált kereteken belül, és akkor ezáltal, ami eljut hozzánk, azt nyilván igyekszünk beépíteni a munkavégzésünkbe, és azáltal, hogyha tudunk, akkor hatékonyságot tudunk növelni. Még egy gondolat az időjárásról összefüggésben. Az elmúlt napokban több önkormányzati városi képviselő felvett önökkel a kapcsolatot, hiszen az elmúlt napi viharos időjárás azért elég durván megrongálta a faállományt. Eznek meg az eltakarítás is az önök munkáját sokszorosítja, lehet így fogalmazni, ugye? Nyilván, de hát ez hozzátartozik, tehát ez már az évek során megszoktuk, hogy azért a nyár eleje, a tavasz vége az mindig viharos, és akkor mindig van egy ilyen időszak, amikor ezeknek a munkáknak megsokszorozódik a száma. Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy a folyamatos meccés tevékenységünk hatására ezek a koros fák kezdenek jobb egészségi állapotba kerülni, és most ezen a viharon is látszódott, hogy viszonylag kevés komolyabb balesettel járó, vagy akár komoly ágtöréssel járó vihar kár történt. Nyilván ez az egész teljes faállományra vonatkozik. A kisebb ágak, most én ez alatt viszonylag kisebb ágakat értek, az természetesen mindig törnek le. Ennek az összegyűjtése folyamatosan történik, és hát nyilván ez igazából már takarítás, és hát egy folyamatos rendbetétel, ami a fűnyírás mellett párhuzamosan zajlik. Kis Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és jó munkát kívánok önnek, illetve a kollégáinak. Köszönöm szépen a meghívást. És akkor folytatjuk műsorunkat. Egészen pontosan a Pannon Egyetem kőszegi kampuszán útjára indult az Építsd fel magad képzési sorozat a középiskolásokat 6 alkalommal.
vehetnek részt ezen a gyakorlati oktatáson. Dr. Dániel Zoltán András kampuszigazgató tartott arról előadást, hogyan érdemes hozzáfogni egy vállalkozás indításához. Tudok utasítást adni a porszívónak, hogy kiporszívózzon és felmosson, mert már ilyen lehetőségeink is vannak. Mi kell egy jó vállalkozáshoz? Hogyan készüljünk fel az embert próbáló kihívásra? Ott jártunkkor, épp erről tartott előadást Dániel Zoltán, egyetemi oktató, a kőszegi kampusz igazgatója, aki középiskolás hallgatókkal dolgozott együtt. Az Építsd fel magad programsorozatot sikerre rendezték meg már több alkalommal Veszprémben. A 8 részből álló tréningen hozzájárulnak a hallgatók önismereti fejlődéséhez, pályázatírással kapcsolatos tudást kapnak, és kommunikációs gyakorlaton vehetnek részt. Nem csak az a feladata egy felsőoktatási intézménynek, hogy képezzen, illetve a környékbeli üzleti partnerekkel tartsa a kapcsolatot, hanem arról, hogy a felsőoktatásban felhalmozott tudást valahogy annak a térségnek a rendelkezésére bocsássa, amelyik térségben az adott intézmény működik. És igaz, hogy Kőszegen a Pannon Egyetem gazdaságtudományi kara közvetlenül nincs jelen, hiszen itt nem kínálunk olyan programokat a kampuszon, ami kifejezetten középiskolásoknak vagy frissen érettségizetteknek vannak, de ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy ezt a tevékenységet is föl kell vállalnunk, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy ez Kőszegen létrejött, és bízom benne, hogy az őszi indításún még nagyobb lesz az érdeklődés itt a környéken, és még több diák fog majd ezekre a tréningreinkre járni. A hallgatók értesülnek az ösztöndíj lehetőségekről, és arról is, hogyan tudnak egy ötlettől eljutni a sikeres vállalkozásig. Praktikus tanácsokat kapnak, és kapcsolatrendszert alakíthatnak ki. Megkönnyítik továbbá a középiskola és a felsőoktatás közti átlépést is. Látjuk és érzékeljük azt a hozzánk kerülő középiskolásoktól már érettségizettektől, hogy mi az, amit nekik érzik a hiányát, és mi az, amivel ők szeretnének többek lenni. Azt is érezzük, hogy melyek azok az elemek, amiket hiányolunk, úgymond, vagy fontosnak tartunk átadni részükre, és amit ők fel tudnak használni majd a felsőoktatásban is, mindegy, hogy éppen melyik felsőoktatási intézménybe mennek. Nekem van olyan diákom, aki középiskolásként részt vett ezen a tréningen, és most az egyetemen nagyon jól tudja ezeket a tapasztalatait hasznosítani. Az egyetem és a kőszegi kampusz jó kapcsolatot ápol a környékbéli vállalkozásokkal, így pontosan ismerik a gazdasági szféra igényeit. Tovább elmondható az is, hogy az egyetem oktatói napra készek, folyamatosan frissülő tananyaggal, gyakorlati ismerettel rendelkeznek. A kampuszigazgató beszámolta a Kőszegen ősszel induló új képzésekről is. Jelenleg posztgraduális képzések is vannak Kőszegen. Én ezeknek a palettáját mindenképpen szerettem volna kibővíteni két magyar nyelvű posztgraduális képzéssel. Ez a két képzés engedélyeztetés alatt van, és a tervek szerint, már pedig eddig minden a tervek szerint halad, ősszel el is tudjuk ezt a két posztgraduális képzést indítani. Ezek szakirányú továbbképzések diplomásoknak. Az egyik egy olyan képzés, ami úgy gondolom, hogy napjaink talán egyik legfontosabb területe az innováció területén halad. Innovációs menedzsereket fogunk itt képezni a városban, tehát itt is az érdeklődők majd a nyári időszakban számíthatnak arra, hogy megjelenik ezzel kapcsolatban a kampány is, hogy ősszel elkezdhessük ezt a posztgraduális képzést, ez várhatóan pénteki, szombati alkalmakkal lesz megtartva. A másik képzés pedig egy részben helyi kezdeményezésnek köszönhető, egy olyan posztgraduális képzést tervezünk, ami segíthet a vállalat irányítóknak, vállalatvezetőknek a kommunikációban. Itt nem csak a kifelé menő marketing, illetve PR jellegű kommunikáció, hanem a vállalaton belüli kommunikáció is, tehát a munkáltatói márkaalkotás is fő szempont lesz a következő képzésünkben, ez pedig a vállalatvezetői kommunikációs szakember, ami szintén diplomásoknak kínál még továbbképzési lehetőséget. A középiskolások júniusban kommunikációs képzéssel folytatják. Hosszú évek után újra műsort vezetek a Szombathelyi Televízióban. Két hetente szerdánként különleges történetekkel várom Önöket. A mélyégzésben időt adunk egymásnak.
A vendégeim közelengedik magukhoz a nézőket. Őszintén beszélnek az életükről. Arról is szólnak, amiről eddig talán még soha. Tartsanak velem minden második szerdán este 4-8-kor a Szombathelyi Televízió csatornáján, vagy az stv.hu-n. Számítok a figyelmükre! Csonka Attila vagyok. Ezentúl minden csütörtök este 4-8-tól én várom Önöket a képernyők elé. A Szombathelyi Televízió új műsorra jelentkezik. A fogadóórában az egyéni választókerületek képviselői beszélnek a körzetüket érintő kérdésekről. Ez a műsor Önöknek, Önökről szól. Igényes, ízléses művészeti alkotások, vagy ronda kreálmányok, bőrfirkák. Hát nehéz eldönteni, ha tetoválásokról beszélünk, mindenkinek mást jelent. Kicsit megpróbáljuk ezt a témát jobban kivesézni, ebben lesznek vendégeim segítségemre. Szeretettel köszöntelek benneteket Bloodline Zoli Nagy Zoltán személyében, egy tetoválómester, illetőleg Csirmasz Peti Csakit, ő pedig egy piercer, de hát szerintem a megjelenés az önmagáért beszél, fiúk. Igen. Ugye? Milyen státusza van jelenleg nektek jelenleg személy szerint a tetoválásra kapcsolatban? Hát igazából beszélgetünk itt az előszóban, hogy divat vagy hitvallás, ugye ez szóba került itt, amíg nem voltunk adásban. Az a helyzet, hogy szerintem minden egyes nagy méretű tetoválást hordó embernek fontos, hogy ezt ne divatnak sorolják, hanem azért, aki több, nagyobb felületen hord tetoválást, azért az inkább hitvallás, inkább valahova való tartozás, hiszen nagyságrendileg sokkal többet költ rá időben, pénzben, mint egy divat tetoválás, ami pikpak elkészül egy stúdióban. Osztod ezt a nézetet? Életmód. Életmód? Persze, mint a motorozás. Mondjuk a motorozás néha együtt jár a tetoválással, de igen, életmód egyértelműen szerintem. Mennyire lepődnek meg az emberek? Tehát nyilván azért, ahol megjelentek, azért az extrém külsőtök megvan. Kaptok-e bármiféle megjegyzést, akár egy rosszalló pillantást, vagy akár nyilván szavakban egy atrocitás érte benneteket? Hát szerintem azért az utóbbi időben egyre kevésbé tapasztalható ez. Amikor régen én ezt elkezdtem mind művelni, mind pedig magamon viselni, akkor azért előfordult, hogy átmentek az út másik oldalára, a járdára az idősebb emberek. Szerintem azért most már a médiában jelenlévő sztárok, különböző közéleti személyiségek is hordanak magukon tetoválást, ennek köszönhetően egyre elfogadottabb, és talán nem olyan megbotránkoztató más most már annyira, de ha csak nem olyan, mint a Peti. Hát igen, a tetoválásokon nálam se akadnak ki annyira, max az, hogy hol van, meg mennyi. Inkább a szemem szoktak ki, inkább az ilyen durvább testmódosítások akasztják ki már az embereket. Szemgolyó tetoválás az eléggé ortágító, ilyenek ezek azért ki tudják akasztani őket. A tetoválás, hát max annyi, hogy ugye az egyik lábam az teljesen fekete, azon azért volt már, aki azt hitte, hogy műláb, meg üszkösödik, meg ilyenek. Mondjuk egy állásinterjú vagy boltban orvosnál kapsz meglepő pillantásokat, tehát nyilván azért persze. Az idősebb generáción azért nem csak az idősebb. Nem? Nem. Sőt, egészen kedves öregekkel találkozok, akik így megdicsérnek, hogy tényleg tetszik nekik, ahogy kinézek. És ez meglepő. És akkor ezzel úgymond egy egyediséget, illetve egyéniségek vagytok, hiszen nincs két egyforma tetoválás sem, ahogy a megjelenésben ugyanúgy még extrébe külsőt kölcsönöztök önmagatoknak. Hát ugye ez nem az én szójárásom igazából, de régen lehetett erről olvasni, hogy kutatták ennek az indulását, és ezt az elveszett törzs szindrómának mondták annak idején, hogy valahova tartozni, és így a tetováltak közössége így valamilyen szinten összetart embercsoportokat, bár nyilván ugye ez egy elég széles spektrum most már, hiszen nagyon sok ember hord kisebb-nagyobb mintákat, de aki többet hordott, mindenképpen van egymás között egy tisztelet, tehát amikor
amikor jó nagy felületek vannak betetoválva, tetováló expókon, rendezvényeken, azért ott azt szerintem számít, amikor nagyméretű tetoválások vannak jelen. Azért jártok gondolom külföldön, és van is hasonlítási alapotok hazánkban, vagy külföldön tolerálják jobban ezeket az extrém megjelenéseket? Hiába, hogy mondjátok, hogy Magyarországon azért egyre elfogadóbbak, de azért egy összehasonlítási alap mégiscsak van külföldhez képest. Hát én mondjuk valószínűleg kevesebbet járok külföldön, itt személyes tapasztalatom nincs, viszont most Amerikában, vagy nem is tudom hol, szerintem Amerikában jöttek ilyen videók, amiken én meglepődtem, hogy ilyen arctetkós csajokat, srácokat kiállítottak az utcára, és telefont kellett kölcsönkérni, hogy hívjanak valakit, meg pénzt kölcsönkérni, ilyesmi. Mikor nem voltak kis minkelve, akkor alig álltak meg nekik emberek, mikor meg teljesen eltüntették a tetoválásokat, nem látszódott semmi, hát tök átlag embernek tűntek, akkor meg szinte mindenki segített nekik. Úgyhogy szerintem ez országonként nagyon-nagyon eltérő, hogy hogyan viszonyulnak ez az emberek. Mindenképp van visszatartó ereje, tehát azért ezt szerintem soha nem fog kivásni, mert mindig lesznek emberek, akik egy kicsit konszolidáltabbak, akiket megbotránkoztat, de nem csak ez, hanem bármi más viselkedési forma is lehet kiugró, hogyha valakinek nem az a világa, akkor előfordulhat, hogy ő viszonyog tőle, vagy máshogy viszonyul. Ez szerintem természetes, mert hogyha ez teljes mértékben elfogadott lenne, akkor pont a varázsát veszíteni el, szerintem. Emlékeztek még az első tetoválásotokra, illetve az, hogy a szülők, környezet, barátok hogyan fogadták? Persze, én igen. Én is. Hát édesanyám nem volt túl büszke, bár szerintem, hogyha most nézi a műsort, akkor lehet, hogy az. De eljött az a pillanat, amikor a cégben, ahol dolgozott, egy rakodó fiún tetoválás volt, és akkor mondani, hogy öltözöm fel, mert a fiamon több van otthon, tehát. A reakcióra már nem nagyon emlékszem, de hát nekem meg kellett várni 18 éves életkoromat, mert akkor ugye már nem kellett engedély. Aztán hát már nincs meg az a minta igazából, befette a fekete, egy sima felirat volt. Szerintem mindenkinek már. Igen. Azért a te esetedben csak így azért lehet mondani, hogy neked amúgy is szokatlanabb a megjelenésed szánt szándékkal. Ugye önkifejezési form, ezt azért beszéltük, és egy hitvallás. Milyen visszajelzéseket kaptál eleinte, tehát ugye azért már elég hosszú ideje éled így az életedet, és milyeneket kaptál korábban, illetve most? Tehát azért van összehasonlítási alap? Van. Hát korábban sokkal több volt a negatívum. Volt, hogy meg akartak verni, volt, akitől hallottam, hogy mindjárt hányok, volt, meg ilyesmi, nálam is voltak, hogy átmentek az utca túloldalára, nem ültek le mellém, buszon, vonaton, pedig szinte csak mellettem volt hely. Manapság már sokkal derűsebb a helyzet igazából. Ma is kapok azért néha-néha negatívumot, de közel sem annyit, mint régen. Ez nagyon észrevehető, és szerintem jó dolog. Tényleg ez befolyásolja az egész társadalmi nézetet, hogy megjelentek a tetoválások így bankokba például. Banki dolgozónál is már láttam, boltba, pénztárosnál, meg sok helyen, ahol eddig nem volt. Minek köszönhető véleményetek szerint, hogy divattá vált a tetoválás? Volt egy időszak, amikor nagy divattá vált hölgyeknél, derékon, deréktájon, fiúknál mondjuk felkar, vagy éppen a kínai írásjeleket. Még most is az. Ezzel csak ugye változtak, hogy... Igen. Tehát ugye minek köszönhetően lett ekkora divat, ekkora kereslet rá? Hát nyilván abban a pillanatban, hogy a különböző influencerek, ugye mert most már majdhogy nem ő rájuk figyel az egész világ, amiket bevállalnak, amit kiposztolnak, tehát ez reklámértékű, nem hiába ezt a közeget ez mozgatja, tehát nyilván reklámpénzek folynak oda. Nagyon sokan nézik, nyilván ebből kifolyólag bármilyen tetoválás, bármilyen új ötlet, vagy bármilyen extremitás könnyebben átmegy. Ezáltal szerintem, ahogy a médiába bekerültek ezek az emberek különbözőféle valóságsókba, hiszen nem tudjuk, emlékszünk rá, hogy a helyszínen tetováltak a valóságsóba, nyelvet szúrtak, piercingeket bögtek, stb. Nyilván egyre több ember kapott ezáltal szerintem kedvet. Minek köszönhetően nyertek teret a silányabb, úgymond rosszabb minőségű tetoválások? Hát sajnos nyilván szerintem a kereslet, ugye kínálatot kell, hogy szüljön. A jó tetoválók azok egyre elfoglaltabbak lettek, a várólista esetleg megnövekszik,
ennek köszönhetően, aki mondjuk türelmetlen, és mindenhol, mindig valaki valahol elindul, és vesz egy gépet, és elkezd tetoválni. Tehát ezáltal egyértelmű, hogy egyre többen próbálják meg, illetve hát mindig vannak ilyen szakaszok, amikor kicsit kiugróbban, szerintem fej-fej mellett haladunk a DJ szakma és a tetováló szakma, a két sztár szakma, ami dominál. Illetve hát itt azért, hogyha egy kicsit bele akarom vinni, akkor a hivatalok gyengesége is azért egy kicsit bejátszik. Nyilván ez egy másik műsorra tartozik, remélem majd visszajöhetek elmondani a véleményemet erről. Az anyagiak mennyire játszanak bele ugyanebbe a felhigulásba? Hát sajnos nagyon. Inkább az a probléma, hogy az embereknek nincsen szemük a jó minőséghez. Tehát nagyon sok esetben nem látják át, hogy milyennek kellene kinézni, hogy kellene megválasztani a tetoválót, a tetováló stúdiót egyáltalán. És ami a legesleg veszélyesebb ebben, hogy egy-egy rossz döntés nem csak esztétikailag, hanem sajnos esetleg egészségügyi problémát is okozhat, tehát egészségügyileg is befolyásolhatja a hátralévő életét, mert egy elrontott tetoválással lehet ugyan még élni, de mondjuk egy elkapott betegséggel már mondjuk kevésbé. Milyen úgymond egészségügyi kockázati tényezők vannak mondjuk tetoválásnál, és még a teljesetet is vehetjük a piercingeknél, mert azért nyilván gondolom találkozhatok azért extrém kérésekkel is. Nagyjából ugyanaz szerintem. Elfertőződés. Meg kell jegyezni, hogy rengeteg olyan felületi sérülés által összeszerhető betegség van, ami nem is a legveszedelmesebbek. Tehát ugye amikor fertőzésről beszélünk, akkor nagyon sok esetben az AIDS, a hepatitis, ezek az elrettentő betegségek jelen vannak, ezeket emlegetik, nyilván nem lehet ezt a szőnyeg alá söpörni, de vannak olyan felületi sérülés által összeszehető kellemetlen betegségek, bőrgombák, különbözőféle ilyen felülfertőződések, amik ugyanolyan kellemetlenek tudnak lenni, és mondjuk nem halálosak, de nyilván az a cél, hogy ezt elkerüljük. Tetováló mesterként azért biztos kaptál olyan kihívásokat a karriered során, amikor mondjuk egy rosszabb minőségű tetoválást kellett eltüntetni, vagy feljavítani. Ilyenkor mit lehet tenni? Tehát mit szoktál javasolni? Hát nyilván később állna te gondolat, de azért neked ez egy szakmai kihívás is másfelől. Hát igen, kihívás. Nagyon sok van belőle. Sajnos az utóbbi időben, ahogy mondtad is, hogy felhígul a szakma egy kicsit, illetve egyre többen kapnak kedvet a tetováláshoz, és egyre több önjelölt tetováló művész kerül ki a panelházak sokaságából. Előfordulhat, hogy egy tetováló stúdióban már nem is annyira jut szűzbőrfelület. Tehát nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy már csak a második vagy harmadik pozíció vagyunk, tehát jönnek és javítani kell, korrigálni kell, vagy éppenséggel teljesen lefedni az adott felületet. Ilyenkor nagyon nehéz dolgunk van. Egy szinti kihívás nyilvánvaló, tehát az ember megtalálja benne a szakmai kihívást, de baromira fárasztó, és az ember mindig vágyik a szűz szép bőrfelületre, amit úgy színezhet és úgy telíthet be, ahogy ő akar, nem kell kompromisszumokat kötni egy minta felhelyezésénél. A szülők hogyan változtattak időközben a hozzáállásokat, a tetoválásokhoz hogyan idomultak? Nyilván azért akadnak ebben is változások. Hát igazából van egy nagyon jó sztorim, ez nem is olyan rég történt meg, hogy azért egy ideje a szakmában vagyok, és a szülőket én tetoválom, és a fiúk az 15 éves. Nyilván megkerestek azzal a kéréssel, hogy mindenféleképpen szeretnék, hogyha elkészülne az első tetoválás ellenőrzött körülmények között, mivel már nem nagyon tudják visszatartani a fiúkat, és félnek attól, hogy esetleg egy olyan helyen történik ez meg, ahol nincsenek jelen, nem tudják felügyelni, és rossz döntés, ne talántán egy betegség, vagy bármilyen elfertőződés áldozatává válnak. Hát egy ilyen 16 és fél, 17 éves koráig el tudjuk tolni azért talán rábeszéléssel, hogy gondolja el, döntsem el, találja ki rendesen, és akkor ilyen korban már megvalósulhat ez a tetoválás, és akkor a szülők közreműködésével felügyelet mellett akár. Mit tehet a szakma
hogy kivesse magából az ilyen silányabb munkákat elkészítő tetoválásokat, illetve tetoválómestereket, valamint piercingeseket is, tehát a piercereket is. Mit lehet tenni ellene? Mit tehetnétek? Hát a piercerek ellen szerintem nem sokat. Tetoválások ellen még azért jóval többet. Piercingeket azért jóval könnyebb elkészíteni otthon, csinálni otthon, mint tetoválásokat. Jó, mondjuk piercing terén is van olyan, aki hivatalosan nyomja és rosszul, úgyhogy szerintem egy hivatalosság nem azt jelenti, hogy valaki jó is, hogy szalonja van, ő jól csinálja, mert ja, most nem akarom mondani, hogy egy városban is vannak, de... Hát ja. Van egy szakmai érdekvédelem, ez mindig jelen van a 2000-es évek óta, igazából az eleje óta. Itt összefonódik a két szakma, a tetoválás és piercing. Itt mindig nyilván volt ennek egy ilyen kis alegység, vagy nem tudom, hogy hogyan mondjam, ahol ugye a piercingesek voltak meg, tehát minden rendezvényen is ott vannak, jelen vannak. Hát a szervezet nyilván azon dolgozik, hogy kidolgozzon egy tematikát erre, hogy hogyan lehet mindezt megelőzni, illetve ellenőrizni. Hát talán nem vagyok igazából, nem is tudom, hogy én azt gondolom, hogy talán a jövőben ezt hivatallal karöltve majd ezt meg lehet csinálni, és véghez lehet vinni. Igazából ez a célunk, ez az álmunk, hogy egy ellenőrző egység létrejöjjön, amiben a szakma is jelen van, illetve a hivatalok is közreműködőek. Végezetül akkor így zárszóként tegyük gyorsan hozzá, hogy tetoválás csak minőségi, illetve jó helyen, és hosszas megfontolást után ajánlott, gondolom ti is. Igen. Hát érdemes megnézni a portfóliót, munka közben a művészt, és akkor az mindent elárul. Rendben. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen a meghívásunkat. A kedves nézőknek pedig a figyelmet. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is. További szép estét, a viszontlátásra!